A Magyar Színészek című sorozat ezen részében a külföldön is nagy népszerűségnek örvendő Alfonzót szeretném bemutatni. Alfonzó számos filmben és kabaré jelenetben szórakoztatta a nagy érdeműt, a fiatalabbak örömére számos gyermekműsorban is részt vett, de emellett szinkron munkái is születtek. Egy valódi zseni volt ő, akire rengetegen felnéztek, s akinek óriási tehetsége volt a színészethez és az emberek megnevettetéséhez. Alfonzó Mark Stein József néven látta meg a napvilágot 1912-ben Budapesten, Mark Stein Bertalan és Stern Júlia gyermekeként. A szülei zsidó származásúak voltak. Iker testvére, Árpád, fél éves korában elhunyt. Alfonzónak három gyermeke született, György, Zsuzsa és István. Közülük a legidősebb Markos György, aki színészként és humoristaként próbált apja nyomdokaiba lépni, s igen szép sikereket ért el a pályafutása során. Az ifjú Alfonzó már gyermekként is erős fizikummal rendelkezett, s az iskola mellett dolgozott is. Egy rövid ideig autószerelő inasként dolgozott, de aztán 1930-ban cirkuszi artistának szegődött. Később otthagyva a cirkuszt, Párizsba utazott, és 8 hónapon keresztül dolgozott a Renault-nál, mint autószerelő. Miután rájött, hogy nem ez a munka az, amiben megtalálhatja önmagát, hazautazott, s ismét artistának állt az Angol Parkban működő Alpesi falu varieténél. Velük utazott el Bulgáriába, ahol már a magánszámával a Hortobágy legyőzhetetlen bikájaként szórakoztatta a közönséget. 1933-ban a Royal Revue varietéhez került táncosként, majd egy évre Olaszországba szerződött táncosnak, de utána ismét egy vándorcirkuszhoz csatlakozott. Katonai szolgálata után az Arizona varietébe szerződött parkettáncosnak. Karrierje kezdetén aranyszínű festékkel kenték be, amitől rosszul lett. Ekkor figyelt fel rá Schenger Mici, művész nevén Miss Arizona, akivel később közösen is fellépett. Alfonzó számos országban megfordult. Különféle mulatókban és varietékben lépett fel Egyiptomban, Szudánban, Libanonban, Szíriában és Törökországban is. Ezután 1937-től Olaszország mozivarietéi következtek, ahol a nagyhírű Marcel Marceau-val és a fiatal Louis Armstronggal is együtt játszhatott, majd Franciaországban a Párizsi Olimpia varietében is fellépett. Alfonzó egyre népszerűbb és egyre profibb lett a művészetében. Utazásait követően hazatérve a Shanghai bárban, később az Arizona varietével szemközti Moulin Rouge-ban táncolt. Baráti viszonyba került Kismanyival és Latabár Kálmánnal. Színészi karrierje Joe Stan művész néven akkor indult, amikor Flaschner Ernő, a Moulin Rouge nagyhatalmú tulajdonosa felfigyelt parodizáló kedvére és színpadra küldte. A szokás egy kis rövidé. Kis interjú az ifjú kis művésszel. Önök az ország legmodernebb, egyben legszebb szállodájának lettek alkalmazottai. Vállalatunk személyzeti osztályának bölcs döntése alá 4 órakor fogjuk átadni a szállodát a főigazgató elvtársnak, és rajta keresztül a világ haladó szálloda vendégeinek. Ne a gyertyákat szedje ki maga, marha! Ez kiszedi a gyertyákat, azt hiszi, beindul neki a motor. Hát, ha bekormozottam! Duplungot nézze meg! Az hol van? Az alján maga süket kakadú! Bújjon alá! Ja, tényleg, köszönöm. Bocsánat, de sem mutatkoztam. Zalai, ornitológus. Örvendek! Hol a cseklői szabó? Szervusz! Hello, hello! Hello, öcsi! Hello, öcsi! Hello! Kukucs, öcsi, kukucs! Hello, öcsi! Balog úr, op. Hello, öcsi, Balog úr, op. Balog szaktárs, Balog úr, hopp! Elmegyek a kincs után. Ejha, a kincs után! Túl az óperencén. Balog Andrea azonnal a jégre! Balog Andrea azonnal a jégre! Gyerekek, hol lehet Andrea? Nem szokott késni. Ha csak nem lett rosszul, megnézem meg. ben egy rendelet megtiltotta angol és francia nevű művészek fellépését, ezért korábbi művésznevét fel kellett adnia. Új, egész életre szóló művésznevének eredete, melyről ő maga nyilatkozott egy tévéinterjúban, a következő volt. A rádióban hallotta a hírt, hogy meghalt 13. Alfonz, spanyol király, és ezt a nevet választotta magának spanyolos formában 1941-től. 1944 elején behívták munkaszolgálatosnak, de megszökött és bujkált. A munkaszolgálat emlékét őrzi későbbi, szinte védjegyévé vált Ide figyeljenek emberek szlogenje, amely egy katona szavajárása volt. Ide figyeljenek emberek, akarom mondani, hölgyeim és uraim!
A következő mutatványhoz szükségem lenne egy százasra. Alfonso műtős segéd is volt a Rókus kórházban. Egy itt megismert, sebesült orosz tiszt tolmácsaként Szegedre került, ahol beállt segédszínésznek. 1948-ban már újra Budapesten élt. Jó ideig Rodolfo partnere volt a fővárosi nagycirkuszban. 1952-ben a Royal Színház tagja lett, majd még ugyanebben az évben a Vidám Színpad társulatához csatlakozott, ami a vándor évtizedek után a megállapodást hozta számára. Ezután újabb évtizedekig, egészen a nyugdíjazásáig, majdnem megszakítás nélkül itt dolgozott. Alfonso már az 50-es évek elejétől filmekben is vállalt szerepeket. Egy időre ismét erőt vett rajta a vándor ösztön. 1956 nyarán 3 hónapos turnéra indult a Szovjetunióba, az 1956-os forradalomból így kimaradt, bár a lakását feldúlták. Visszatérése után ismét külföldre ment. Bécsben és Belgiumban lépett fel, többek között Totó és Vittorio de Sica mellett, de dolgozott Jacques Tati gegmennyeként is, de a kitérő után visszatért a Vidám Színpadhoz és a magyar filmiparhoz. Több reklámfilmben is szerepelt. Az OTP autónyeremény betétkönyv reklámjában hallható egyik közismert szlogenje. Nekem teljesen mindegy, hogy melyik kocsit nyerem, sorsjáték keretén belül rengeteg értékes tárgyat nyerhet. Ne nekem köszönje! Ápol, egészséges arcbőr, vonzó, megnyerő külső, bárbon borotválkozó szerekkel. A 60-as évektől évente szerepelt mozi és tévéfilmekben, többnyire kisebb, humoros szerepekben, de például az Én vagyok Jeromos című vígjátékban ő volt a főszereplő. Repülünk, Kusiká! A munkanapló! Mondni szeretnék végre. Mi van? Ő az IMEB helyi elnöke. Mi az, hogy IMEB? Illegális munkavégzést ellenőrző bizottság. De... Alfonso hangját számos nagy sikerű magyar rajzfilmben is hallhattuk. Jól tippeltem, hogy nem a Hiltonba kell keresni magukat. Minket keres? Kellett. Levél jött Hufnageltől. Elség, a víziló megint átkelt rajtam. Hol? Itt. Hol? Ja, szóval a zöldben. Akkor nem követett el kihágást a ráhágással. De felség, esedezem! A televízióban számtalanszor szerepelt, a tévénézők imádták őt. A szilveszteri kabaré műsorok hiányozhatatlan alakja volt. A gyerekek nagy örömére emlékezetes alakítást nyújtott a Zsebtévé első adásaiban is. Egyik legnépszerűbb alakítása a Kemény kalap és krumplior tévésorozatban Baga Méri, az elátkozott fagylaltárus. Nem értem. Pedig jó a fagylaltom, érmet is nyertem vele. Saját showműsora is volt a televízióban, Alfonso Világszínháza címmel. Számait, amelyekben felfedezhetőek az általa kedvelt pantomim elemek és bűvészi mozdulatok, saját maga dolgozta ki. Néhány jelenetében együtt szerepel a fiával, Markos Györggyel is. Kákú, kákú! Kákú, kákú! Kuka! Alfonso zsenialitását, nyelvtudása is megerősíti. Hasonlóan a több nyelven beszélő, s szintén kiváló művészhez, Antal Imréhez, Alfonso is kiválóan beszélt németül, angolul, olaszul, franciául, oroszul, de még arabul is. Alfonso életéről egy könyvben is olvashatunk, amely kiadvány másik fele Sándor György munkásságát tartalmazza. Alfonsót 1969-ben érdemes művésznek választották. Sok emlékezetes alakítása között feledhetetlen maradt az egyik Csehov paródiája, Ványad bácsi alakjának megelevenítése. A csend olyan, mint a sózott hering. Novo sivirovos kovoszkava. Fa
Bácsikám, anyad Vánatovics Vinyó, mégiscsak menjünk be a városba az orvos Orvosovics orvosokhoz. Alfonso a művészetével sokunkra mély benyomást tett, s egyedi humorával hosszú évtizedeken át szórakoztatott bennünket. Emlékezzünk rá nagy szeretettel, hálával és tisztelettel. Végre! Egy remek öt! Vírus, jól tudom! Hey, fiú, a rock itt már a nap! Szép hely, mi? Az! Osztályon fölül. Hát csak a tésztagyártó, nem látok itt senki. Sándor, lehet, hogy korán gyűjtünk? Elmentek a cigányok is. Alig, hogy elalszom, úgy 11 óra felé elkezdik egy másik koncert az ablak alatt, azt mondja, hogy a Miss Arizona engem meg egy Jenő nevezetű fiút választott ki, egy nagyon jó képű szőke fiú, aki külön... De esőben nedves, ujjé, a liget beszél.